oda megáll! Engedj el! Te vagy az? Ez nagyon fájt. Mit keresel itt? Gondoltam, segíthetnék valamit. Elrejtettem Tik barátot az erdőben, aztán ide siettem, hogy megkereselek. Ez bátor tett volt. Te itt éltél, ugye tudod, hová zárták Angelikát? Tudom, bizony. A seggestjébe. Köszönöm. Szívesen, árgály herceg. Vezess oda, kérlek. Főnök, látja, amit én? Látom, hát, Barnabás. Hát nem lesz könnyű itt átjutni. Valóban nem, de muszáj. Túlerőben vannak, de akkor is meg kell keresnünk a herceget. Megvan! A szerzetesek, hiszen éppen itt vannak. Ó, tényleg, hó? A pincében. Emlékszel, mikor utoljára itt voltam, rájuk bíztam Angelikát. Ugyanitt élnek, csak éppen a föld alatt. Gyere, keressük meg Gergely barátot. Itt vagy végre! Te minden bajom okozója! Nem találjuk a herceget, felség. A kolostor tele lehet titkos járatokkal. Ott lesz a herceg az egyikben. Kopogtassátok végig a falakat! Igen, felség. Amit keres, itt vár rá. Előbb-utóbb felbukkan. Csak ki kell már! Késő. Már itt van. Ez elviselhetetlen. Szóval ő a királynő? Ő hát, és neki én nem vagyok ellenfél. Pedig kell, hogy legyen megoldás. Érzem, hogy jó irányba tartunk. Barnabás, gyere, nézd, kit találtam. Gergely barát, hát újra találkozunk. Rángész Oszkár. Élet nagyságban. Mit kerestek itt? Hát, hosszú történet. Angelikát keressük. Martin barát és Tik barát elrejtették az erdőben. Ez már a világ vége. Mi jöhet még ezek után? Ha nem tévedek, Angelika itt van a kolostorban, a királynő foglyaként. Sose lesz vége ennek? Árgály herceg is itt van, elég kétségbejtő. Ezek rossz hírek. Ha a királynő tüzet nyit a falura, a tirlokból nem marad egyéb, mint por és habó. Hogy ezt még nem tette meg, azért lehet, mert a herceget keresi. Ezek szerint ő még él. De ha nála van Angelika, lehet, hogy egyszerűen lerombol mindent, és megöli a herceget is, nem? Erre nem is gondoltam. Ezek szerint már is késésben vagyunk. Meneküljetek, amíg még lehet. Mindent ellenőrizni, jelentést kérek. Itt. Kibontottuk a falakat, felség, feltártuk az összes járatot. Kifüstöljük onnan Árgály herceget! Te maradj itt! Vigyázz rá! Igenis, felség. Gyerünk! Szabad az út. A királynő elment. Biztos vagy benne? Hát ez. Menj és nézd meg! Igen, uram. Mi folyik itt? Árgály, te! Ne! Rég láttalak, maradj, hiányoztam. Hol vannak a barátaid? Ne nyújj hozzám! Le a karddal, le vannak tartóztatva. Ez az. Ismétlem, le a karddal, le van tartóztatva. Megváltozott a felállás. Fotozd meg! Mi ez? Mi történt? Hello, mindenkinek! Ne! Oszkár barátom! Úgy látom, időben érkeztem. Barnabás, hát te is itt vagy. Magasságos egek, varangy! Most biztos megy és idehozza a királynőt. Tűnjünk el, mielőtt ideérne! Hozom Angelik. Gyorsan, Árgály! Erre! Utánuk! Kellene lenniük, kapitány. Annyira aggódom, mit csináljunk? Ugyan, Móni, nem lesz semmi baj, mindjárt jönnek. Remélem is. Szerintem a középkor igazán klassz. Igen, nagyon. Hello. Ki az? Móni. Itt vannak. Megjöttünk.
Na végre! Hát sikerült! Talpra kapitány, indítsa be a motort! Villám, gyorsan el kell tűnnünk! Igen, és ki elmondaná, mi van már megint? A királynő jön utánunk. Oh. Árgály herceg, hol hagyta az időgépet? Bent az erdőben. Jaj, ne! Nem mehetünk megint az átlós hajóval! Oh, elégetik az erdő! El innen! Gyorsan! Ezt nem úszuk meg élve! Dehogy is nem! Futás! Csak vigyázz a főnök! Futás, Póni! Futás a géphez! Aha! Mozgás, ólok katonák! Előre! Kapitány, az életünk a kezében van! Sajnálom, hogy ekkora bajt okoztam. Hogyan? Angelikáért tettem. Hát persze. Oh. Öveket bekapcsolni, erősen kapaszkodni, jön a hullámos! Megint elszöktek! Sajnálom, felség! Be tudjátok mérni, merre mennek? Igen, felség! Remek! Vissza az ászlós hajóra! Bárhová is mennek, mi már ott leszünk! Na és mi legyen az útirány? Hát... Induljunk nyugatra, Aquitániába. Miért éppen oda? Ismerem az országurát, Lord Artemust. Jó haverok vagytok? Lord Artemus jó barátja atyámnak. Akkor tehát irány, Aquitánia! Bemértük a szökevényeket a radaron, felség. Nyugatra tartanak. Jó! Biztos távolságból kövessétek! Felség, miért nem robbantjuk fel egyszerűen a hajójukat? Nincs esélyük velünk szemben. Idióta! Használd a fejed! Amíg Angelika velük van, nagyon óvatosnak kell lennünk! A démon ereje megzavarja az angyal álmát. Ám hatalma vesztével az álom nem több, örök éjszakánál. Sikerül-e Árgály hercegnek és barátainak legyőzni a gonosz erők szolgáit? Sikerül-e kikerülniük a sötét úrnő által állított csapdákat? El tudják-e készíteni az ellenszert, hogy megtörjék az Angelikára szállt varást, és elpusztítsák a sötét úrnőt? Árgály herceg tudja, hogy a világ sorsa szerelmének erejétől függ. Ne hagyd ki Árgály herceg újabb kalandjait téren és időn át. A következő rész címe a Lovagi torna.